Na, Hello Pingvinek, itt Nessa, ez pedig a Planet Base, egy stratégiai menedzsment játék, amit mindenképpen szerettem volna nektek megmutatni, és nagyon régóta rajta van a listámon, de annyi új cím érkezik, hogy egyszerűen nincs idő mindenből sorozatot csinálni, de most egy ilyen rövid bemutató erejéig azért elétek tárom ezt a játékot, és mindenkinek tudom javasolni, akinek egy kicsit is tetszik, hogy ássa bele magát. Nekünk most sajnos időhiányban egy videó jut rá, de lehet, hogy később majd visszatérünk hozzá, de egyből csöppenjünk is bele a tutoriába, és akkor nézzük meg együtt közösen, hogy miről szól ez a játék, hát ha sokatokat érdekelni fog. Press any key, megnyomjuk az any gombot. És már landol is a podunk a semmi közepén. Igazából, hogyha összekéne foglalom, a játék arról szól, hogy van egy pár felfedeződ, akivel kikerülsz egy bolygóra, és egy kolóniát kell alapítani és fenntartani. De szerintem ezt a tutoriál is mindjárt megmutatja nekünk. A kicsi négerek már ki is szálltak az űrhajóból. Houston, vétel, leszálltunk. Ha jól látom, heten vannak így indulásnak. Plusz egy droid, plusz két droid. Csak hogy a diversifikáció teljes legyen. Megérkeztünk a planétára. Welcome to Planet Base! A Planet Base-ben egy csapat embert irányítasz, akik a nem túl távoli jövőben megpróbálnak kialakítani egy távoli bolygón egy outpostot. Ahogy mondtam, ez a feladatunk, egy kis kolónia létrehozása. Kamera. Hát igen, a szokásos VASD gombokkal mozdunk, Q-val, L-vel pedig rotáljuk a látószöget. Well done! Hát nagyon köszönöm, hogy megdicsértél, tapsoljuk meg a játékot. Struktúrák. Az első számú prioritásunk a landolás után, hogy építsünk néhány alapvető épületet, amik életben tartják az embereinket. A menüben tudunk építeni mindenféle struktúrákat, bal fönt a képernyőn. A legtöbb épületnek fémre van szüksége, illetve bioplasztikra, bioműanyagra, vagy bármi is legyen ez. Ebből korlátozott mennyiség elérhető a kolónia hajón, ugye, amivel érkeztünk. Úgyhogy nagyon óvatosan kell őket elkölteni itt a kezdésnél. Először építsünk egy oxigén generátort, mert állítólag a lélegzés az kurva egészséges az élethez, úgyhogy szerintem is legyen ez az első dolgunk. Na, oxigén generátor, pendálás, bal felső sarok. Igen, interior structure, nehéz szavak ezek itt külföldiül. És oxigén generátor. Lerakjuk ide. És a mi kis felfedezőink, ha minden igaz, elkezdik építeni. Az oxigéngenerátornak energiára van szüksége, hogy működjön, ezért csináljunk egy napelemet, egy solar panelt. Hát, több se kell nekem. Exterior struktúra, solar panel, ide lerakjuk. Hamarosan megépítik a droidikáink ezt is, és akkor minden rendben lesz. Most, hogy a napelem megvan, össze kell kötni az oxigéngenerátorra. A struktúrák összekötése, vagy épületek, ki hogy szereti, lehetővé teszik, hogy az energiát és a vizet megosszák egymás között, illetve, hogy a kolonisták, micsoda remek szó, sétáljanak az épületek között. Remek. Akkor most már csak megvárjuk, amíg itt R2-D2 és C-3PO fölépítik ezt a két épületet, és nézzétek meg a kis csókáink, meg hozzák ki az alapanyagot az űrhajóból, veszettő baktatnak, hogy minden ott legyen. Az oxigéngenerátor elkészült, mert ugye nem működik, mert nincsen energiája, úgyhogy először meg kell építeni ezt a solar panelt is. Nagyon jó a játék, tényleg sajnálom, hogy most csak egy videó lesz belőle. Tudom, majd nagyon sokan írni fogják a komment szekcióban, hogy legyen még, nem lesz egyelőre sorozat belőle. Azért csinálom ezt a videót, mert nagyon jó ez a játék, és ha nektek van rá időtök, akkor csináljátok meg, nekem nincs, mert túl sok a sorozat, de biztos vagyok benne, hogy később egy élő adásban majd visszatérünk rá, mert egy videó nem elég, hogy érzékeltessük, hogy ez mennyire egy fasz a cucc. Na, most kéne összekötni a két épületet, de én azt gyanítottam, hogy ez magától megtörténik, de lehet, hogy ez nem így. Oh, konnektálás, oké. Okay. Sikerült összekötnöm ezzel a csodálatos kábellel. Waiting for construction. Tudjuk növelni a játék sebességét, hiszen real time a cucc, úgyhogy rákattintunk a dupla nyírra. Úgy. És már rohan is R2-D2, hogy itt az összekötetést megoldja. És mint láthatjátok, well done. Igen, green line-nal jelezvén elkészült az összekötetés. De az oxigéngenerátornak vízre is van szüksége. Nem csak energiára.
úgy, hogy egy water extraktort is építünk, micsoda név. És nézzétek meg ezek az apró finomságok, hogy amint összekötöttük a dolgokat, már forog is a Solar Panel. Fantasztikus. Nagyon jó ez a játék, tényleg. Nem, ez nem egy fizetett hirdetés, tudjátok, hogy ami jó, azért én úgy tudok lelkesedni, mint nem tudom, kisgyerek a cukorkaboltba. És ez a játék jó. Na! Kivonjuk a vízből az oxigént, nem, az oxigénből a vizet, ezzel a water extraktorral. Ártúék szerintem elmennek, hoznak még alapanyagot. Úgy is van, a kék kocka a szükséges alapanyag. Hát, gondolhattunk volna rá. Kicsit fölgyorsítom a játékot, hogy ne kelljen annyit várnotok erre. Úgy is van. Várjál, lassítsuk le a játékot. Azaz, egyszeres speed. Gondolom ezt is össze kell kötni. Nem? Nem kell össze... Oh! Sújtj! Nagyon jó! Connect all structures, done! Airlock! Most egy airlockot kell építenünk, hogy a kolonistáink be tudjanak jutni majd a bázisra. Na! Airlock építés. Hát tulajdonképpen aki a Merchant című filmet látta Matt Damonnal, az gyakorlatilag belekezdhet nedvedzeni a gatyájába. Fúj, Nessa, undorító vagy. Ugyanis ugyanazt a feelinget tudja átadni a játék, csak itt most nem egyedül van az ember a Marson, hanem ugye kolonista társaival próbál létrehozni egy bázist, ami tök fasza. Na gyorsítjuk az időt, Matt Damon, építsed magadnak azt az airlockot. Ó, várjál, volt valami problémája a játéknak, nem? Nem volt? Nem. Jó, megvagyunk. Game speed 1, airlock build. Kössük össze a meglévő épületeinkkel. Úgy is van, konnektálás a kis gem kapcsunkkal, ezt is megoldottuk. És mi a következő feladat? Waiting for construction. Fulladoznak az embereink, úgyhogy fölgyorsítjuk az időt. Úgy is van. Tessék. Gyönyörűséges. Megvan a bejárat, úgyhogy mindenki elfoglalhatja a helyét. Kész az airlockunk. Állítsuk vissza a játék sebességét 1-esre. És már nézzétek is, hogy hatolnak befelé. Milyen vicces, hogy a robot ment be először, nem? Tehát az emberek bekaphatják. Először a robot ment be, hogy elfoglalja méltó helyét a bázison. Na, építsünk egy kantinát, hiszen tudjuk, hogy enni fontos, és általában a szervezetünknek is jót tesz. Úgyhogy építünk egy kantinát, ahol a különböző ételek mellett marsi alkohol fogyasztására is lehetőség van. Remélem azért itt a kolonistánk nem fog szörnyet halni a kantina építése közben oxigénhiányban. Nem, jó van, azért bement. Bement táplálni a testét egy kis zoxigénnel, és a ártudítóékra bízzák a munkát. Jó, az alapanyagok megvannak. Két kollega hozza még itt a kéképítőkockát. És ki lesz a lelkes vállalkozó, aki össze is eszkábálja ezt a cuccot. Ó, C-3PO lesz az. Nagyon jó. Sújt, sújt, sújt. Két csettintésből fölhúzta. Ne menj sehova, C-3PO, összekötjük még a dolgokat először. És utána már oda is át fognak tudni sétálni, és nem fognak éhen halni a mi jó drága kolonistáink. Úgy is van, ez is elkészült. Well done! Figyeld meg, hogy a belső építészei dolgaid most már össze vannak kötve. Igen, igen, így a kolonistáid közlekedni tudnak az épületek között. Örödöd. Igen. Most pedig kicsit kibővítjük a kantinát, hogyha jól látom. Különböző komponensekkel. Ez teljesen jó. Structures low on oxygen. Ajaj. Hát itt azért mély levegőt ne vegyen senki. Na. Ezt a kantinát akkor bővítsük ki. Igen. Edit contents of this structure. És oda nézzetek, nem elég, hogy különböző épületeket le tudunk rakni, hanem még azokat belülről kosztumizálni is tudjuk. Például. Table. Ott egy asztal. Tessék. Ott egy Hogy hívják a szökőkút. Lehet inni. És berakunk egy tévét. Tessék. Érted? Tehát ezt a YouTube videót a Marson már meg is tudják nézni a kollégák. Mert hogy internet is van az űrben, nem tudom, most ne menjünk bele a technikai részletekbe, de elkészült a kantinánk, most már van hol leülni, étkezni, és a többi. És ugye ezzel a gombbal el tudjuk tüntetni a structure-ök tetejét, nem tudom, miért struktúrát mondok, miért nem épületet, és akkor így látjuk is, hogy mi újság van belül. Na, tehát valahol aludni is kell, tehát ezt úgy nem lehet, hogy ők csak egész nap az étkezőbe töltik a szabadidőt, úgyhogy lerakunk egy dormot, és a dormban bizony-bizony
majd szúnyálni fognak a kollégák. GameSpeed-et kicsit begyorsítjuk. Szomjas mindenki, de elvileg a kantinában most már tudnak majd inni. Úgyhogy nem lesz velük probléma. Egyébként a jobb felső sarokban látjuk, hogy 7 kolonistánk van, és 2 darab robotunk. Itt van, hogy hanyadik nap, hanyadik órájában tartunk, és milyen a szélerősség. Hát remélhetőleg nem fog minket egy homokvihar elkapni itt a játék tutoriáljában, elsöpörve mindent, amit eddig építettünk, de még akár ez is előfordulhat. Jó, fölépült az asztal, meg fölépült az ivókút, nem szökőkút, jó, hogy eszembe jutnak ezek a fontos szavak. És itt az ideje, hogy összekössük az alvószobákat az étkezővel, hogy tudjanak hosszúnyálni szegények. Amíg nem készül el egy épület, addig nem tudjuk a benne lévő dolgokat építeni. Úgyhogy fölgyorsítjuk az időt, és megvárjuk azt is, hogy ezek a szunyáló szertárak széjjel szevődjenek. Nem, próbáltam alliterálni, mert mindig szeretitek, hogyha valami intelligenset mondok, de valószínűleg ez azért van, mert ritkán fordul elő. És a szoba elkészült, úgyhogy lelassítjuk a játékot egyszerre speedre, rámegyünk a dormra, a szerkesztésre, mondom a szerkesztésre, és rakunk le ágyikókat, úgy mint a katonaságba, illetve mint a nagycsoportos foglalkozás utáni csendes pihenőben ilyen emeletes ágyakon tudnak aludni a kolonistáink, csodás mesés, úgy is van, időgyorsítás szintén, hogy ne kelljen annyit várnunk. Halló? A Z betű egyébként a fejük fölött azt jelenti, hogy álmosak, hogyha valakinek ez nem lett volna egyértelmű. Nem véletlen mondja a tutorial, hogy építsünk ágyakat. Mondjuk nem értem, hogy miért azt kérte, hogy egy darab ágyat építsünk, de spórolunk, tudjátok, az elérhető alapanyagokkal. Power storage. Aha, rendkívül sok energiára van szüksége az épületeinknek, úgyhogy egy power collectort fogunk gyártani. Először, úgy is van, mondom power collector, nem, invalida lokáció, hát akkor gyártsunk először egy szélturbinát. Halló? Ó, RF keys to change size. Hát várjál, Mónika, melyik az az RF keys? Igen, a középső egérgombbal, ugye tudjuk változtatni, hogy mekkora legyen a szélturbina, ugye minél nagyobb, annál több energiát termel, de annál több alapanyagba is kerül. Mi most egy 2-es méretűt csaptunk ide le, és a Power Generatorból is egy 2-es méretűt építünk ide ki. Ez tökéletes lesz, meg vagyunk. Úgyhogy felgyorsítjuk megint az időt, és megvárjuk, még elkészülnek ezek az épületek is. És úgy nézem, hogy itt C-3PO mindjárt befejezi, és remek, elkészültünk mind a kettővel. Nagyon jó, hogy megépítettük a szélerőművet, mert pont lelassult a széllökések sebessége. Úgyhogy ezzel pont nem fogunk tudni semmit kezdeni. Beszéljünk az étkezésről, ugyanis ugye hát az egy dolog, hogy most itt létrehoztunk egy kantinát, ahol a megszerzett ételt el lehet fogyasztani, de valamivel kaját is kell termelni. Úgyhogy egy biodómot fogunk létrehozni, hát egy kicsit fejlettebb technológia lesz, mint Matt Damonnak a krumpli termesztése, de ugyanazokra az alapokra épül az elv, hogy egy zárt térben a megfelelő körülmények között tudunk elég ételt létrehozni. Fölgyorsítjuk az időt, és akkor vágok egyet, hogy ne kelljen szintén végignéznetek, amint csodálatos tekintetemmel végig pislantom azt a folyamatot, hogy elkészül a biodómunk. Remek, remek, csillagos, ötös, újabb épület, újabb szerkesztés, szépen ültetünk paradicsomot, nagyon jó, szépen ültetünk hagymát, mert az finom. Mit kell még építenünk? Meal Maker, igen, azt a kantinába kell építenünk egy kifőzdét, ahol ezekből az alapanyagokból összeeszkábálják az ételt, nagyon jó. Hát a szoba közepére oda sikerült lecsapni, rendkívül esztétikus. Visszahúzom a falakat, mert szerintem sokkal menőbben néznek ki az épületek így, csak így nem látjátok benne az embereket. De láthatjátok, hogy most 20 perc játék alatt már micsoda kis önműködő kolóniát hoztunk létre itt a Marson. Ez elvileg nem a Mars, de lássuk be, hogy mindenki tudja, hogy ez valójában oda akar hajazni. Igen, kellenek biológusok, akik fenntartják itt a...
az ételnek a termelését, mint olyan, nem tudom miért volt ez ennyire nehéz szó. Recycle colony sheep. Ó, jaj. Hát ezzel mit kell kezdenünk most? Recycle. Ó, kész, tönkretettük a hajót. Úgy voltunk vele, hogy á, most már jók vagyunk, a faszom akar hazamenni innen, tökéletes helyünk van, van kajálda, van sör, ellát minket energiával a szélturbina, szedjük szét a hajót, gyerekek, hát tényleg építsünk belőle egy bunkert, úgyhogy szétszedtük a hajót, és megkaptuk az összes alapanyagot a hajóból. Na de, hát most még várjál, mert bányászni is lehet, mert milyen játék az, amiben nem lehet bányászni, ugye? Hát szar, ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy a következő feladat, hogy megépítsük a bányát, és az embereink unalmukba, ha már fölfelé nem törnek, mert hogy az űrhajót tönkretettük, akkor legalább lefelé tudjanak egy kicsit áskálódni mindenféle alapanyagért. Processing plant, ugye a processing plantben a különböző anyagok feldolgozása történik, a raw materials, I am very English, yeah, fuck you. Ide lerakjuk ezt a processor plantet, mivel ugye a különböző kibányászott fémeket lehet tovább feldolgozni, illetve mindenféle nyers alapanyagot, úgyhogy ez lesz a következő épületünk. Elképesztően gyorsan lehet terjeszkedni a játékban, de nyilván ugye, hogy egyre több komponens kerül bele az egyenletbe, nehéz mondat, de kikeveredek belőle, szóval, hogy egyre több komponens kerül bele az egyenletbe, annál nehezebb lesz kihozni a végeredményt jó értékre. Ezt úgy is mondhattam volna, hogyha nem akartam volna kicseszni magammal, hogy minél tovább húzzuk a játékban, és minél több épületet építünk, annál nehezebb lesz boldogan és egészségesen tartani a kolonistáinkat, de nyilván inkább megszívattam magam azzal, hogy hülyeségeket pofázok. Nincs oxigén a processing plantba! Hát hogy tudjunk így processzálni, hogyha megfulladnak a... Jó, bocsánat, most már van oxigén, a pánik elmúlt. Tehát azért bele kell rakni, hogy mit processzáljunk, hiszen most építettük meg a bányát, ezért fémet fogunk processzálni. Nagyon jó. Megépítjük a frame processzáló processzort. Fölgyorsítjuk a játékot. És akkor már is a törpök, akik ide lemennek szenvedni. Egyébként csak úgy mellékesen megjegyezném, hogy ez a bánya pont úgy néz ki, mint a Star Warsban bármelyik birodalmi bunker. Szóval, hogyha törpék bányáztak, akkor ide tudják hozni az alapanyagokat feldolgozásra. Így is van, ezt mondja nekünk a játék is. Nagyon jó. Nagyon jó. Na, szerkesszük akkor tovább a lehetőségeinket, és ide rakjuk a bioplastik processzort, ami ugye a mesterséges és természetes anyagokat kombinálva fogja nekünk elősegíteni azt, hogy tovább fejlődjön a mi kis bázisunk. Itt pedig elkezdünk termeszteni rizsát, hiszen nem vagyunk rasszisták, kínaiak is jöhetnek a mi holdbázisunkra, és természetesen az ő igényeiknek is meg kell felelni, bár gyakorlatilag azzal, hogy a rizset a kínaiakkal közvetlenül összekötöttem, már rasszista is voltam, tehát inkább hagyjuk ezt az egészet, mert csak faszkalap leszek megint. Jó, elkészült minden komponensünk, nagyon jó, úgyhogy a következő feladat az... a factory megépítése, amiben ugye a feldolgozott alapanyagból további dolgokat tudunk gyártani, de a tutoriál idáig tart, itt elengedik a kezünket, hiszen nagyjából egy idő alatt meg tudta nekünk mutatni, hogy milyen változók alakítják ezt a játékot egy nagy egészé, és ennyi idő alatt úgy érzem, hogy én is meg tudtam nektek mutatni a Planet Base-t, mint olyan, és el tudjátok dönteni, hogy szeretnétek-e ezzel tovább játszani, szeretnétek-e esetleg megvásárolni, vagy egyéb internetes forrásokból beszerezni a játékot. Én nagyon remélem, hogy tetszik nektek, szerintem állat jó, tudom nektek ajánlani. Dobjatok egy lájkot, hogyha így volt, és persze, hogyha tetszik, amit csinálok, akkor bátran iratkozzatok fel, illetve tekintsétek meg itt a fejem fölött található két videó valamelyikét. Legyen nektek nagyon szép napotok, pingvinek, én még mindig Nessai vagyok, ez volt a Planet Base. Na, szevasztok!